Sejöttél legközelebbről, hogy nem is lehetősebb. Jó estét kívánok mindenkinek a Polaris őszi sorozatában. Most már egy nagyon ronda őszi nap van most, november 3-án. Meg vagyok fázva, úgyhogy még halmozottan. Nem fogom végighallgatni az előadást, amit Kis László fog megtartani. Ausztráliából hazaszakadt kiváló régi jó barátom. Utazás a csillagok világában, ez a cím a meghirdetés, de majd kiderül, hogy miről lesz szó ténylegesen. Neked van már mikrofonod. Jó. Használd egészséggel. Jó, akkor használom egészséggel, gondolom be is van kapcsolva. Be van kapcsolva? Jó. Hát tulajdonképpen ez most egy olyan, az előbb úgy vezettem föl, mert most itt nagyon sötét van, most mindenki el fog aludni, sötétbe leszünk. Már csak azért is mondom, hogy azért is kérdezem, hogy mindenki el fogja aludni, hogyha sötétbe leszünk, mert ez egy nem utóbbi években elterjedt stílusokhoz képest egy nem standard előadás kíván lenni. Tehát kint úgy beszéltem, úgy vetettem föl az egészet, hogy ez most egy rossz előadás lesz. Ez egy fönnálló kockázat, ez minden előadásnál fönnáll ennek a kockázata, hogy rossz előadás születik belőle. Amiért azt mondom, hogy szerintem nem standard előadás lesz olyan értelemben, hogy ugye hogy néz ki egy standard előadás mostanában? Az ember fölrak 50 fóliát, 50 perc, minden egyes fóliára jut egy perc, és akkor végig darálja, hogy mi van a képen. És akkor ez van a képen, és akkor erről szól. Na most én ezzel most egy picit a mai napon szeretnék kicsit elszakadni. Én nekem a pre-ausztráliai életemnek legkedvesebb emlék csokra, azon KED esti összejövetel sorozat a Szegedi Csillagvizsgálóban, amit hát csináltam 8 éven keresztül, amikor úgy volt egy ilyesmi társaság, nem volt ekkora létszám, mondjuk ennek a létszámnak a negyede, nem is villogott ennyire a kép, még negyed ennyit sem, és akkor úgy beszélgettünk, ami úgy nézett ki, hogy úgy akkor mitten borult volt az ég, akkor nem távcsöveztünk, és akkor úgy nézegettünk pár képet, és akkor én elmeséltem a amatőr társaknak, amit éppen erről olvastam, vagy tanultam, vagy csináltam. Tehát valami tudományról úgy beszéltünk, hogy így egyfajta ilyen ötlet fonalak jöttek egy-egy kép inspirációja kapcsán. Tehát igazából, amiről szó lesz, ténylegesen, amiről szeretném, tehát én azt szeretném, ha a tisztelt hallgatóság nem a képeket nézné, már csak azért is, mert úgyis villog és idegesítő, hanem próbálna a hangomra figyelni, és amit mondok, azt követni valamilyen módon. Tehát kvázi egy enyhén vizualizált rádióként szeretnék működni, ahol a lényeg a szöveg, és kevésbé a háttérben nem fognak villogni képek. Megmondom őszintén, tehát teljes szakmai mesztelenségben föltárulkozom itt a tisztelt hallgatóság előtt. Nem volt időm nagyon hosszú előadást összeállítani, ezért összedobáltam néhány fóliát, és majd azt gondoltam, hogy ami eszembe jut arról, amit mostanában csinálnak a csillagászok azon a területen, azt elmondom. Tehát ezért van az, hogy ugye utazás a csillagok világába, arról volt a kérés a szervező Mizser Attilának, hogy valamiféleképpen észlelés, centrikus, stb. Legyen, meg hogy ugye csillagok, na most ugye Kis László változó csillag szakcsoport vezető, az ugye miről beszél változó csillagokról, na hát ezzel akartam egy valamilyen szinten szakítani. Tehát valamiféleképpen olyan csillagokról szeretnék beszélni, amiket kutatnak emberek, és azt szeretném elmondani, hogy mivel foglalkozik ma egy csillagász, aki a csillagokkal foglalkozik. Tehát egész konkrétan mivel, mert az a csillagász, aki csillagokkal foglalkozik, az csillagokkal foglalkozik. De konkrétan mit is csinál? Ennek egyébként, igen? Ja, azt hittem, egy jelentkezés. Ennek egyébként apropóját is lehet találni. A természet világának most jelenik meg egy külön száma, vagy már meg is jelent, a csillagászat nemzetközi évének örömére, és abban írtam egy cikket, ezt főleg a fiatalabbaknak mondom, így dolgozik egy 21. századi csillagász címmel. Elég borzasztó cím.
De annak a cikknek is az volt a célja, hogy valamiféleképpen lerántani a romantikus leplet, hogy mit csinál egy csillagász, és ténylegesen föltárni az érdeklődékkel, hogy igen, ezt csinálja egy csillagász. Ezért kapja a fizetést mondjuk az államtól, akadémiától, egyetemtől, akárkitől, akinek tényleg ez a szakmája. Tehát itt most ténylegesen arról lesz, hogy csillagokról szeretnék beszélni, amiket kutatnak. Tehát ténylegesen tudományos kérdéseket föltesznek csillagokkal kapcsolatban. Mi miért érdekes? És akkor úgy zárójelbe oda tettem még a végére, félig meddig zárójelbe, a zárójel maga nem látszik, hogy mit láthatunk ebből esetleg saját szemünkkel, vagy mondjuk kisebb távcsövekkel. Tehát ez a három gondolatfonal lenne az, ami mentén szeretném gondolat gyöngyeimet végig pörgetni, hogy valamiféle ilyen szép, fonott szőttes, csillag alakú szőttes kialakuljon belőle, mondjuk egy olyan óra múlva. Nem leszek nagyon hosszú. Na most hát ugye az ember mindig mutogat ábrákat, azért nyilván nem lehet ezt azért elkerülni, bármennyire is minimál rádió az előadás programja. Ugye egy diagramot mutatok itt rögtön a legelején. Ennek semmi köze látszólag a csillagászathoz. Mit mutat? A víz viselkedését mutatja. Különböző nyomások és hőmérsékletek tartományában. Ugye a víz, amikor isszuk a csapból, akkor folyékony. Ha fölforraljuk, gőz elpárolog. Ha lefagyasztjuk, akkor ugye jég lesz belőle. Tehát magyarul a nyomás és a hőmérséklet az alapvetően meghatározza azt, hogy a víz a H2O nagy mennyiségben, tehát nagyságrendileg 10^24 molekula mennyiségben, az hogyan viselkedik, tehát makroszkópikusan. És akkor lehet látni azt, hogy van a klasszikus háromféle víz előfordulás, a gőz, a jég, és ugye a folyékony víz. Nos, aki éles szeme van, vagy az első sorban ül, mindenféle római számokat láthat ebben a kékes színű tartományban 1, 2, 3, 11-ig. Ugye ezek a jégnek például a különböző kristályos módosulatai. Ugye a jégnek legalább 11 különböző módosulata van. Az amorf jég az, amivel találkozunk a hétköznapokon. Nagyon nagy nyomás, ugye nagyon szép kristályos a jég, mint anyag, mint szubstancia. Tehát a lényeg az, hogy ugye maga a víz, mint olyan is, nagyon sokféleképpen viselkedhet, és ezt meg lehet érteni, vagy legalábbis le lehet írni, nem is meg lehet érteni, le lehet írni egy síkon, egy diagramon, ahol ugye mutatjuk a hőmérsékletet és a nyomást egymás függvényében, és akkor föltüntetünk itt ilyen helyzeteket. Nyilvánvalóan az öreg rókák, a vén harcosok, a öreg motorosok, meg minden, ami egy ilyen valamiféleképpen egy vastagabb évgyűrűket tartalmazó asztrotörzsekre épülő amatőrökre vonatkozik, azok már tudják, hogy miről beszélek, de hát azért mégiscsak az ember fölvezeti a témát, ugye a Hertzsprung-Russell diagramról. Ugye ezt minden könyv, minden csillagászati ismeretterjesztő könyv megmutatja a Hertzsprung-Russell diagramot. Én ezt az analógiát a vízfázis diagramjával nagyon szeretem, mert hogy pontosan mit mutat a Hertzsprung-Russell diagram? A csillagoknak a viselkedését, milyenek a csillagok, hogyha változik mondjuk a valamilyen paraméterük. Ugye a víz esetén még egyszer hőmérséklet és a nyomás mutatja azt, hogy a víz hogyan viselkedik. A csillagok, ezek a gömbszimmetrikus, hatalmas nagy gázgömbök, amiket mi oly nagy csodálattal figyelünk egy hideg, de derült, sötét téli éjszakán, azok is ugye valamilyen módon nem véletlenszerűen rendezkednek el, ha megfelelő paramétereket megtaláljuk. És ez a megfelelő paraméter, mondjuk a csillagok esetében is, az egyik paraméter az a hőmérséklet, vagy a színképosztály, ugye a kettő az teljesen ekvivalens egymással. És itt lehet még a színek is, ugye kék csillagok itt bal oldalon, vörös csillagok itt a jobb oldalon. A másik paraméter, ami megmutatja azt, hogy a csillagunk, az a nagy gázgömb, az éppen hogyan viselkedik, az itt ebben az esetben mondjuk az abszolút fényesség, a teljes fénykibocsátás. Azaz, mondjuk így, hogy egységnyi idő alatt hány fotont bocsát ki, vagy egységnyi idő alatt
mennyi energiát sugároz ki az a szegény, szerencsétlen csillag. Ha hétköznapi életből élünk, akkor hány wattos a csillag? Ugye az izzó is van. 10 wattos, 40 wattos, 100 wattos, 10 a... Hely, de hány wattos a nap? Mennyi a napál? Valami 10 a 20-on wattos, tehát hány wattos a nap, vagy hány wattos egy csillag. Tehát a Hershung-Russell diagram, ugye a vízfázis diagramjával analóg. És ez az a diagram, ami valamilyen módon, hát kiindulás lesz a mai előadáshoz is. Szeretnék néhány régiót a Hershung-Russell diagramon végig látogatni, és ott abból kiragadni példákat, hogy most azon a területen emberek mikről írnak, miket, és mik azok mondjuk így, ami érdekes területek, amiket adott esetben saját kutatásaim is kötődnek, vagy legalábbis sokat olvastam róla. Most a Hershung-Russell diagramnak van egy ilyen borzasztó kiadása, ezt még én is alig látom elolvasni, akit érdekel, később megkaphatja a PDF formátumba. Itt a legfényesebb csillagok, amiknél ki lehet ezt rajzolni. Ugye az fontos ennél a diagramnál, ha visszamegyünk a szép eredetihez, a napunk itt van középen, hogy ahhoz, hogy egy csillagot mondjuk tudjuk, hogy hol van, ahhoz tudnunk azt, hogy hány wattos a csillag. És ugye ez egy alap esetben nem olyan egyszerű kérdés, átvezetne a kérdés tárgyalása a csillagok távolságméréséhez, de abban most nem fogok belemenni egyáltalán. Most fogadjuk el, hogy azokról a csillagokról, amiről fogok beszélni, tudjuk, hogy hány wattosak, azaz tudjuk, hogy hol helyezkednek el ezen a diagramon. Ugye nyilvánvalóan ezt az irányt, a spektrál típust, azt egy színkép fölvételre meg tudjuk nézni. Egyszerűen a csillagra ránézve a színe már gyakorlatilag mutatja, hogy itt, ilyen irányban hol helyezkedik el. Az, hogy hány wattos a csillag, azt is meg lehet mérni valamilyen módon, de ebbe tényleg most ne menjünk bele. Ez még egy még borzasztóbb változata. Tehát itt lehetne azt mondani, hogy Hershung-Russell diagram először, másodszor, harmadszor borzasztósági fokozat alapján. Ugye ez a legborzasztóbb, itt nem csak be vannak jelölve ilyen fényes csillagok, majd néha rá fog zoomolni, és akkor el tudjuk olvasni is, hanem még ráadásul ilyen színes kis mezőcskék is megjelentek, mint egy szél által lobogtatott afrikai zászló. Ugye ezek a különböző ilyen változó csillagtípusok. Ugye a Hershung-Russell diagramnak, tehát az összes csillagot ábrázoló fázis diagramnak, vagy állapotjelző diagramnak, szinte az összes szegletében találunk olyan csillagokat, amelyek ingadoznak fényességükben. Ezeket különböző fizikai folyamatok okozzák, és ezek vannak itt most bejelölve. Ez megint csak egy olyan dolog, hogy mebbes, én most nem akarok ebben, hogy most akkor itt miért, úgy se látja senki elolvasni, még én is alig. Az első nagyobb terület, amiben szeretnék egy kicsit beleharapni, erről beszéltem már pár évvel ezelőtt, talán azt hiszem 2 évvel ezelőtt, aki majd hall ismerős gondolatokat, az majd addig gondolkozom, gondoljon valami érdekes más dologra. És majd szólok, amikor föl lehet ébredni az ábrándozásban. Egy dolgot még azonban hadd mondjak el. Tényleg, annélkül, hogy magyaráznék bármit is erről a diagramról, újonnan érkezettek kedvé, Hershung-Russell diagramról beszélek, borzasztó téma, ugye? Tehát legalábbis hallani. Ugye a függőleges tengelyen itt van egy ilyen számsor, ami mutatja az abszolút fényességbeli teljes tartományt. A kék hiperóriás nagy tömegű csillagoktól egészen a barna törpékig, ez abszolút fényességben 25 magnitudó és mínusz 10 között, tehát 35 magnitudót átível az teljes csillagvilágra az abszolút fényesség tartomány. Na most, ha 35 magnitudó, az nem biztos, hogy mindenkinek mond valamit, ugye a 35 magnitudó, tehát például mondjuk ugye a nap az mínusz 26, a mennyi akkor 10 magnitudós csillag, tehát mondjuk mit tudom én, a Proxima Centauri az 9 magnitudós, amennyivel fényesebb a nap. Tehát ez egy borzasztó nagy. Tehát egy 5 magnitudó különbség az 100-szoros intenzitás különbség, tehát 100 a 7-en, az 10 a 14-en szeres. Hány wattos a csillag kérdésre itt és ez között 10 a 14-en
mi a különbség. Tehát borzasztó nagy tartományt átfed, miközben a hőmérséklet egy ártatlan, tehát ártatlannak tűnő, mondjuk 30 ezer Kelvintől 3000 Kelvinig, alig tízes faktor. Hát nevetséges. 35 magnitúdó, az már azért tiszteletre méltó különbség. Tehát erről lehetne, erről nem lehetne, erről szoktak emberek egész fél éves kurzusokat tartani az egyetemen. Nyilvánvaló, hogy itt most ma este csak néhány kis apró pici szegletbe egy kis kődarabkát fölfordítok, hogy milyen asztrokukacok szaladgálnak ott a kő alatt. És azokról mesélek egy kicsit, hogy ott mit látunk. Na, hosszú volt a fölvezetés, de mint mondtam, kevésbé a képekről fogok beszélni, inkább én dumálok, és akkor a dumára kell figyelni. Na tehát, az első napunk és testvérei. A napunkat ugye minden nap meg lehet nézni, amikor nem borult az ég. Itt most néhány csillagra hívnám csak fel a figyelmet. Itt ugye Alpha Centauri A, meg Alpha Centauri B. Balra föl és jobbra le a napunktól. Tehát ez itt ugyanaz a diagram, mint az előbb, a Hertzsprung-Russell diagram. Abszolút fényesség, kinagyítva. Spektrál típus nem látszik, de ez itt a G2-es színképtípus, tehát hőmérsékletben 6000 Kelvin. És akkor itt ilyen csillagokat látunk még, hogy Tau Ceti, Epsilon Eridani, Epsilon Indi, már nem annyira napszerű, Pi 3 Ori, Eta Bootis, na már az se olyan azért, de valami felképpen. Tehát ilyen típusú csillagokról beszélünk. Az Alpha Cent elismerem, nem sokan, nem föltétlen látták sokan a hallgatóságból, az az égbolt legszebb kettős csillaga. Tehát itt nem lehet, itt lehet albireózgatni, hogy most az milyen szép, mert hogy az vörös, sárgás, meg kék, meg milyen. Nem, nevetséges. Alpha Centauri az égbolt legszebb kettős csillaga. Miért mondom ezt? 8, talán 9 évmásodperc most a szeparációja, és az egyik csillag nulla magnitudós, a másik pedig egy. Na most, hát azért vegyük észre, hogy egy Arcturus, meg egy Aldebarán egymástól 8 ívmásodpercre, 9 ívmásodpercre, az nagyon szép. Tehát, tehát lehet itt beszélni nekünk a Albireóról, hogy az milyen szép színes, hogy az a nyári égbolt csodaszép kettős csillaga, de az Alpha Centauri az a legszebb kettős csillag az égen. Én ezt még harmadszor is elmondom, de ha kell, negyedszer és ötödszer is elmondom. Na most, az Alpha Centaurit a naptípusú csillagokat vizsgálók imádják. Tehát ténylegesen Alpha Centauri legalább 500 publikációt lehet találni a szakirodalomban, ami nem is sok egyébként, vannak csillagok, amiről több ezret. Például a IRC 10216-ról legalább 1500 cikket lehet találni. Na mindegy, tehát az Alpha Centauri A-t és Alpha Centauri B-t nagyon szeretik a naptípusú csillagokat kutatók. Miért szeretik? Azért szeretik, mert a napunk után ez a legközelebbi naptípusú csillag, az Alpha Centauri. Tehát ha meg akarjuk érteni a napunknak a szerkezetét, esetleg fejlődését, esetleg múltját és jövőjét, akkor a legközelebbi példa, ami olyan, mint a nap, az az Alpha Centauri. Hát ugye 4,25 fényévre van tőlünk, tehát amikor ránézünk, mondjuk egy hónap ezelőtt még ránéztem, akkor ugye 2005-ből származó fotonokat néztem, már akkor is kint voltam Ausztráliában, tehát ez mindenféleképpen valamiféleképpen egy közeli objektum. Ugye a Proxima Centauri a legközelebbi csillag, az egy harmadik komponens az Alpha Centauri rendszerébe, az égen majdnem 2 fokra van tőle, tehát azért odébb van az. Tehát a Proxima Centaurit megtalálni az egy jelentős távcsöves gyakorlatot igényel, és az egy ilyen 9 magnitudós valami. Tehát az Alpha Centauri rendszere az egy nulla magnitudós, egy 1 magnitudós, meg egy 9 magnitudós csillagból áll, ahol az Alpha Centauri A az a fényesebb, Alpha Centauri B a halványabb, és a Proxima értelemszerűen a leghalványabb, az egy vörös törpe. Azzal most nem foglalkozunk egyáltalán. Most a naptípusú csillagokat vizsgálók nagyon szeretik az Alpha Centauri A-t és B-t, azért, pontosan azért, mint amit itt látunk a diagramon. Közre fogják a napot. Az Alpha Centauri A picit nagyobb abszolút fényességű, picit forróbb, mint a nap. Az Alpha Centauri B picit hűvösebb és picit kisebb abszolút fényességű. Ennek az az oka, asztrofizikailag,
hogy az Alpha Centauri A-nak a tömege a napunkénál egy olyan 10%-kal talán, de nagyobb. Az Alpha Centauri B-nek a tömege pedig a nagyságrendileg 10%-kal kisebb. Tehát mindenféle szempontból nagyon hasonlítanak, és pontosan közre fogják a napot. Na most, aki foglalkozott már kutatással, az tudja, fizikával, inkább így mondom, aki foglalkozott már fizikával, az tudja, hogy igazából a kutatásaink túlnyomó része az differenciál hányadosok meghatározásáról szól. Tehát van valamiféle törvény, amit nem értünk, hogy hogy működik, de szeretnénk meghatározni, hogy az a törvény mit mond két különböző paraméterű valamire. És akkor azzal, hogy megmérünk mondjuk, tényleg van egy kisebb tömegű, meg egy nagyobb tömegű valami, kis tömegére megmérünk valamit, meg egy nagyobb tömegére megmérünk valamit, a két mérés különböző lesz, és a különbség a mondjuk a tömeg függvényében mutatja azt, hogy a maga a törvény az hogyan működik. Aki matematikával is foglalkozott, tudja, hogy ez ma valójában egy differenciál hányadost meghatároztunk. Most pontosan ezt engedi meg az Alpha Centauri A és B. Mind a kettő közre fogja a napot, az egyik kicsit nagyobb tömegű, egyik kicsit kisebb tömegű. A nagyobb tömegű picit másképp fejlődik, mint a nap. A nagyobb tömegű csak, hogy mindenki tudja, aki olvasott már csillagászati könyveket, és szerintem itt mindenki olvasott, hogy a nagyobb tömegű csillagok gyorsabban fejlődnek, mint a kisebb tömegűek. Tehát még ha ugyanolyan idős lenne az Alpha Centauri A, mint a nap, vagy még akkor is egy előre haladottabb fejlődési állapotban lenne. És pontosan az ellenkező az elmondható az Alpha Centauri B-ről. Kisebb tömegű, és ezért picit más fejlődési útvonalat jár be, mint a nap. Tehát magyarul, ha a három csillagot, nap, Alpha Centauri A, Alpha Centauri B, össze tudjuk hasonlítani például belső szerkezetüket tekintve, akkor ténylegesen meg tudjuk csípni a csillagfejlődést. Mert egymáshoz közeli. Mert most megvizsgálom, mit tudom én, egy 5 nap tömegű, vagy itt tudom én, 3 nap tömegű Vegát, akkor annak a szerkezete semmit nem mond arról, hogy a nap környezetében hogyan fejlődnek a csillagok. Ha napunkkal analóg, de picit eltérő csillagokat vizsgálunk, akkor viszont föl tudjuk térképezni a napunk körüli, mondjuk nagyon csúnyákat mondok, a napunk körüli fázis térbe a törvények viselkedését. Ez az, amit szeretnék valami féleképpen érthetően elmagyarázni, hogy miért szeretjük az Alpha Centauri A és B-t. Azért, mert nagyon hasonlítanak, de nem pont ugyanolyanok, mint a nap. Ha pont ugyanolyanok lennének, mint a nap, az unalmas lenne, megmondom őszintén. És talán majd fogom említeni, ha nem felejtem el, hogy van is egy 18 Scorpii nevű csillag, ami minden paraméterét tekintve tök ugyanaz, mint a nap, csak éppen 5 magnitudós, nem mínusz 26, és a rezgései, amikről majd mindjárt beszélek, hajszálra, tehát mérés hibán belül pontosan ugyanolyanak, mint a napé. Tehát annyira ugyanolyan, mint a nap, hogy nem tudom magamat jobban belelovalni, hogy eljátszam, hogy mennyire hasonló, mint a nap. Na most ennek nincs sok értelme, mert hát ott a nap, hát főnézzük. Tehát olyan kell, ami picit különbözik. Na most, miért szeretjük a naptípusú csillagokat? Ez az, amiről beszéltem már 2 vagy 3 évvel ezelőtt, emlékszem, a Stikkel Jani akkor éppen itt volt, és akkor örült neki, mert megértett valamit, amit korábban nem. Most megint arról beszélek, úgyhogy elnézést, hogyha unatkozna, addig gondolkozz az AMHR fénygörbéjén, az érdekes. Ugye a naptípusú csillagokat nagyon szeretjük, mert rezegnek. Na most csak azért, mert rezegnek, azért még nem kéne, hogy szeressük őket. De nagyon gyakorlatilag ki lehet mondani, hogy minden csillag rezeg. Ez igaz. De minden csillag a saját frekvencián rezeg. Csak az a saját frekvencia, az ki tudja, hogy milyen periódusoknál van, vagy milyen frekvenciáknál van, és lehet, hogy nem megfigyelhető. Most napunk rezgéseit azt a 60-as évek végén fedezték föl. A 70-es években kezdték úgymond megérteni, hogy most mi is történik. A 80-as években jött be az, hogy már az elmélete is kialakult, és a 90-es években kezdődött el az a kutatás, ami más naptípusú csillagoknál is ki akarta mutatni ugyanazokat a rezgéseket, mint amik a napnál is kimutathatók. És gyakorlatilag 2001-ig várni kellett, hogy ez bekövetkezzen. Tehát amiről most itt úgy beszélek, mint tankönyvi anyag, ez még 10 éves dolog sincs. Erre akarok. Tehát 10 év ezelőtti könyvben még ez nincs benne, mert akkor még nem detektálták más csillagnál,
a naptípusú rezgéseket. A legelső, ami ténylegesen tuti biztos, az a Beta Hydrivolt 2001-es publikációban. Tehát ez a 2000-es évek története, ezt akarom az egészből kihozni. Ugye mi történik egy naptípusú csillagnál? Ott van a belsejében a mag, azt körülveszi egy sugárzási zóna, és legkívül van egy konvektív zóna, ahol bugyog az egész, forr a hóbelevanc, és ahogy az a gáz ott bugyog, felemelkednek a forró gázbuborékok, lehűlnek, aztán visszasüllyednek, ez folyamatosan lögdösi az egész csillagot. Tehát belögdösi, ahogy az energia próbál kifelé terjedni, itt ezen a külső szakaszon. És az egészben az a pláne, hogy ez a állandó bugyogás, miközben ahogy mondjuk például a víz is forra a lábosban, képes berezgetni az egész csillagot. És ez a rezgetés, ez a berezgető hatás, vagy a berezgés, ez abban nyilvánul meg, hogy a csillag, mint egy ilyen megkondított harang, hát folyamatosan rezgéseket végez, és ezek a rezgések, ezek olyanok, mintha lenne egy gömb alakú orgona sípunk. Na most orgona síp az ugye egy valami hosszú. Tehát ugye az nyilván abból elég nehéz elképzelni egy gömb alakú, de ez a lényege az egésznek. Tehát ezt lehet itt látni, és ezek tulajdonképpen álló hullámok, amiknek még egyszer, tehát a gerjesztését, ez az állandó bugyogás, ez a külső gáz mozgás, a konvektív zóna adja. Miért szeretjük ezeket a rezgéseket? Először az, hogy miért szeretjük a rezgéseket, és aztán az, hogy miért olyan nehéz, vagy miért olyan érdekes ez az egész. Azért szeretjük ezeket a rezgéseket, mert ezek, mint említettem, álló hullámok. Az azt jelenti, hogy ezek nyomáshullámok, tehát mindez a nyomáshullám, hogy most a számat elhagyja, és a hallgatóság füleibe beérkezik. Tehát nyomáshullámok, amelyek azért álló hullámok, mert ilyen egész számú csomó vonalak vannak, vagy csomó felületek vannak a csillag belsőben. Tehát maguk a hullámok, azok kvázi terjednek a csillagon belül, és aztán szépen egy ilyen önmagukba visszaérnek, tehát ezért álló hullám az egész. Tehát van valamiféle ilyen stabil kép az egészben. Na és vannak olyan módusok, ilyen rezgési állapotok, amelyek a felszín közelében maradnak egész végig. Más módusok viszont úgy alakulnak, úgy lesz álló hullám, úgy rezeg az egész a rezonátorban, hogyha maga a nyomás hullám az áthalad a csillag magjának a közelében. Tehát előállhat az a helyzet, hogy mondjuk rezgési módusokat láthatunk kívülről, amelyeknek a nyomás hulláma áthalad a csillag magjához közel. Ugye ismeretterjesztő könyvekre szokták azt mondani, hogy minden egyes képlet megfelezi az olvasó tábort. A előadásokra is valószínűleg el lehet mondani azt, hogy minden egyes képlet megfelezi a hallgatóság legalábbis figyelmét, úgyhogy erre a képletre nem térek ki olyan értelemben, nem térek ki olyan értelemben, hogy elmondom, hogy mi van benne. Két dolgot mondok el csak belőle. A bal oldalon van ezeknek a hullámoknak a sebessége, tehát a hangsebesség a csillag belsejében, ha úgy tetszik. Alul pedig itt van benne egy átlagos molekula súly. Tehát magyarul a hanghullámok, csillagon belüli hanghullámok, idézőjelbe hanghullámoknak a terjedési sebessége, ami változik természetesen a csillag belsejében, ahogy halad le a hullám a csillag belsejében, úgy változik az ő pillanatnyi sebessége. Az a pillanatnyi sebesség az éppen terjedésnek helyszínt adó közeg átlagos molekula súlyától függ. Azaz, a hullámoknak a sebessége megmondja azt, hogy miből van az anyag. Na most egy csillag az, hogy alapvetően hidrogénből van, meg héliumból. Ugye mi történik egy csillag belsejében? A magban a hidrogén átalakul héliummá. 100% hidrogén, 0% héliumnak a molekula súlya, ugye a hidrogén molekula súlya. 50% hidrogén, 50% héliumnak az átlagos molekula súlya valami 1x1, meg 1x2/2, valami ilyesmi. Tehát más lesz a molekula súly. Tehát a hanghullámoknak a terjedési sebessége az függ a csillagmag hélium tartalmától. Na most mit, és ugye az ember azt mondja, hogy jó, hát ez mind nagyon szép és jó, már hova jut ez a hülye előadó ezzel a fejtegetéssel.
Mi történik a csillagok magjában? Hidrogén átalakul héliummá. Kezdetben vala a tiszta hidrogén, a végén vala a tiszta hélium. Ha meg tudjuk határozni, hogy mennyi hélium van, a csillag korára tudunk becslést adni. Na, itt végre kijött a csizma az asztalra. Ha meg tudjuk mondani a mag körül a hidrogén-hélium arányt, akkor abból a csillag korát minden mástól függetlenül meg tudjuk becsülni. Mert ma hogy jön az egész ugye az asztalra, megint csak még egyszer, hanghullámok sebessége, na most ugye van a csillagnak egy bizonyos mérete, a csillag mérete törve a sebességgel, az valamiféle időt ad nekünk, ami nem lesz más, mint a rezgésnek a frekvenciája. Tehát, ha meg tudjuk mérni a rezgéseinknek a frekvenciáit, tehát milyen ugye vannak a napnál az 5 perces rezgések, hogy főleg 5 perc környékén rezeg a napunk. 5 perces környezetben több ezer, sőt több tízezer különálló rezgési módus lehetett kimérni az évek során. Ezeknek a pontos frekvenciája, ismerve a napunknak a méretét, nagyon pontos belső hangsebesség meghatározást tett lehetővé, és ezt lehetett nagyon szépen korra is átváltani. Természetesen itt mindig ott van benne, hogy azért a napnak ismerjük a meteoritikus anyagoknak a radioaktív kormeghatározásból egy becsült korát, de a lényeg az, hogy a pulzációs elméletek is nagyon szépen visszaadják a nap korát, pusztán csak a frekvenciákból. Tehát a lényeg az, hogy ezzel a módszerrel, hogyha meg tudjuk figyelni ezeket a rezgéseket, amik ilyen nagyon szépek egy naptípusú csillagba, akkor kort is meg tudunk határozni más csillagokra, fejlődési alapot is, meg hát természetesen, hogyha meg tudjuk határozni a hangsebességet, meg a sűrűséget például, meg a hőmérsékletet például, a csillag magjától mért távolság függvényében, akkor ténylegesen előttünk áll a maga meztelen valóságában az adott vizsgált csillag. Meg tudjuk mondani, mekkora a magjának a mérete, milyen vastag a konvektív zóra, milyen vastag a sugárzási zóra, és ezáltal pedig összetudjuk vetni a csillagszerkezetre vonatkozó elméleteket, például a fejlődésre vonatkozó elméletekkel. Tehát például, hogyha van egy számítógépes kód, ami kiszámítja, hogy egy naptípusú modell, hogy néz ki 4,5 milliárd évesen, visszaadja azt, amit látunk. Tehát ezért van az, hogy ezt nagyon szeretjük. Most miért szeretjük ezt még egyszer? Azért szeretjük, mert a naptípusú rezgések, amiket így a konvekció gerjeszt, azok nagyon nagy számú rezgési állapotot hoznak létre. Nem csak egy, nem csak kettő, nem tíz, nem száz, nem ezer, hanem igazából millió szám, amiket ha elegenden hosszú ideig figyelünk, adott esetben mondjuk 10 évig, akkor mind meg lehet mérni. Ebben van valami kis érdekesség, tehát ugye a konvektív gerjesztés, amiatt, hogy így a csillag külső burkában van a rezgés, emiatt olyan módusok gerjesztődnek, amik nagyon-nagyon nagyon nagy számú módus képes rezgésre. Ugye egy klasszikus pulzáló csillag, mint amilyen mondjuk egy cefeida, annál egy rezgési állapot van. Egy RR-Lyrae egy vagy kettő rezgési állapot van. Mírák, félszabásnál mondjuk azt mondjuk, van 4-5. Egy naptípusú rezgésnél adott esetben több ezer különálló rezgési állapot, különálló hullámok ígynak az összegét látjuk. És mit látunk egy naptípusú rezgésnél? Egy szoláris oszkáció, egy naptípusú rezgés. Két dolgot lehet mérni, vagy fényességváltozást, vagy csillag felszínét, nézzük spektroszkópiával, és látjuk, hogy kibe lélegzik. Tehát a sebességét a csillagnak nagyon-nagyon pontosan meg kell tudni mérni. Na most, hogy miért volt ez, tehát azért nagy szám, tehát még egyszer, azért nagy szám a naptípusú csillagrezgés, mert nagyon sok mindent elárul azon keresztül, hogy nagyon sokféle rezgési állapot egy időben keletkezik. Ami miatt, tehát ezért szeretjük, ami miatt egészen az utóbbi évtizedig várni kellett, még az Alpha Centauri esetében is a kimutatással, az az, hogy a hatás viszont nagyon pici. Tehát sok rezgés van, de nagyon érzékeny méréseket kell tudnunk végezni. Hát hányan voltunk már úgy, hogy kiálltunk mondjuk nyáridőben napozni, kora délután, és azt éreztük olyan 5 perces periódussal, hogy úgy néha melegebb a nap. Hát ezt nyilván senki nem érezte, ha csak nem egy felhő vonult át 5 perces frekvenciával. Tehát a napunk rezgéseit, hogy kimutassuk,
nagyon-nagyon pontos mérésekre van szükség. A napunk felszíne, amikor azt mondom, hogy rezeg, tehát kiben lélegzik, ilyen hullámok terjednek a felszínén, akkor valójában ez a mozgás, amit a nap felszíne végez, a napunknak, ez a gázgömbnek a külső rétegei végeznek, ezek nagyságrendileg a 10-20, de inkább 5-10 méter per szekundum sebességek. Na most 5-10 méter per szekundum az ugye mondjuk egy nagyon gyorsan futó, egy közepes biciklis. Tehát ugye 10 méter per szekundum az 36 km per óra. Az egy gyors biciklis. De a legkisebb móduskák, amiket még ki lehet mérni, azok már a centiméter per szekundum sebességet reprezentálják. Tehát a napunk felszínén vannak ilyen sebességű rezgések is. Csak mondjuk 5 perc alatt. Tehát mondjuk 2 percig csinálja ezt, és aztán 2 percig csinálja ezt. Most ez egy nagyon pici hatás. Azért vegyük észre, hogy ott ilyen Magyarország méretű forró gázbuborékok emelkednek föl, és aztán süllyednek le, ugye a granuláció foltjai. És erre ráépül egy ilyen kis mozgás, mint ahogy így mutattam. Ez nem csak illusztráció, hanem tényleg ilyen sebességű mozgások. Tehát ezt kimérni, ez borzasztó nehéz. És ezt a napnál csak azért lehet megcsinálni, mert nagyon fényes. Annyi fény van, hogy az ember úgy főbontja a spektrumot, ahogy nem szégyelli. És akkor aztán már lehet keresni, ugye Doppler effektuson keresztül, ilyen méter per szekundumos sebességeket. Más csillagoknál nem árt rendelkezésre ez a technika, egészen a 90-es évek közepéig. Akkor jöttek ugye az exobolygók, akik ki akarták mutatni a mondjuk a Jupiter méretű bolygókat más csillagok körül, ugye a közös tömegközéppontkörű mozgás keresztül, és az asztroszeizmológusok rácsaptak. Tehát ugye, mikor van, amit kiéheztet az ember mondjuk egy piranyát, akkor... Tehát ugye az asztroszeizmológusok, tehát még egyszer, 60-es években kimérték a naprezgéseit. A 70-es években kezdett az elmélete kialakulni, a 80-es években kialakult az elmélete. 80-es években már világos volt, hogy ez egy nagyon-nagyon hatékony módszer más csillagokra, és 20 évig éheztetni kellett a közönséget, az asztropiranyákat, amíg végre jöttek azok a műszerek, amelyek képesek voltak ezt kimérni sebességben. Na most, ha megnézzük ezt a diagramot itt, na végre akkor diagramról is beszélek, itt a napunkat mutat, ez a napnak a fénygörbéje. Ugye a napnak a fénygörbéje 4 órán keresztül, a függőleges tengelyen pedig a fényesség relatív változásai. Itt egy ilyen csúnya egység van, ppm, az a part per million, tehát a milliomod rész. Tehát a napunk fényesség változása az a plusz-minusz 50 milliomod részen belül marad. Tehát hogyha mondjuk ezt egy más csillagra ki akarjuk mérni fényességben, akkor bizony a néhány 10 milliomod résznyi, 1 milliomod résznek a néhány tízszeresényét, relatív pontosságot el kell tudni érni. Na most ez gyakorlatilag november 5-e hónap kell leadni a első szakpublikációt a Kepler szoláris oszcillációkból, egészen holnap utánig nem volt lehetséges. Tehát egészen a 2009-es évig ez nem volt igazán lehetséges. Voltak rá sikeres demonstrációk, de igazából ez idén vált lehetségessé. Tehát fénygörbét kimérni olyan pontossággal, mint a nap esetében, és abból tényleg látni direkt a rezgést. Ki lehetett mutatni a szoláris, tehát a naptípusú rezgést fénygörbéből már pár évvel ezelőtt sikerült néhány nem naptípusú csillag, nem naphoz közeli hasonló csillagnál, nem naphoz hasonlító, de mégis naptípusú a rezgés. De konkrétan olyan csillagra, mint amilyen a napunk is, igazából idén vált lehetségessé. Na tehát még egyszer, mit látunk, hogyha megmérjük a napunknak akár a sebességét, akár a fénygörbét? Egy ilyen nagyon bonyolult, ilyet látunk, tehát ilyen leföl hullámzik, és nem tűnik egyáltalán szigorúan periódikusnak. Mondjuk a nap esetében azért lehet azt mondani, hogy egy ilyen kis hupli, ami így szorosan össze van nyomva, az ön 5 percig tart. De nem pontosan, nem ismét. Ugye ennek az az elsődlegesen oka, hogy maga a gerjesztés az egy ilyen random folyamat. Ez a konvektív mozgás, így bugyorog az egész, ez egy nem szabályos valami. Tehát nagyon sok módus gerjesztődik,
De azok a rezgési állapotok egy az abban a pillanatban, hogy elindulnak, már csillapodnak is. Tehát a napunk egy folyamatosan csengő, bongó, csillapított, rezgő égitest. Ezért nagyon bonyolult maga az a görbe, amit ki tudunk mérni. De, és Lőn Fourier, vagy meg, a csillagászok szerencsére megszületett Fourier. Valaki egyszer úgy mondta, hogy a csillagászok szerencsére Isten kitalálta Fouriert. Ha ennek a jelnek elvégezzük egy matematikai transformációját, a Fourier transformációt, ami azt mutatja meg, hogy különböző frekvenciájú, azaz egy per periódus, jellemző, tehát időskálával jellemezhető jelek, milyen súllyal szerepelnek az adott jelünk kialakításába, akkor egy borzasztó karakterisztikus jelsorozatot kapunk. Tehát ennek a nagyon-nagyon zavaros fénygörbének, ha kiszámítjuk a Fourier spektrumát, tehát milyen frekvenciájú jel, milyen súllyal szerepel, ugye az, ami leginkább ilyen szép színuszos, az ott van egy ilyen nagy csúcs. Na, és a naptípusú rezgéseknél egy ilyen nagyon szabályos fésűs szerkezetet kapunk. Equidistans, tehát egyen közű csúcsokat. És ha erre a csúcs rengetegre ránagyítunk, akkor azt találjuk, hogy valójában nem is csak, hogy egy fésű van, hanem két fésű van. Egymáshoz képest picit eltolva. Tehát van itt egy ilyen nagy fésű fog, meg aztán vannak egy ilyen kis fésűk, amik egy picit el vannak tolva a nagy fésű fogakhoz képest. Tehát két fésűt keresünk az zajban. Na most, a lényeg az, hogyha elegenden pontosak a méréseink, akkor ezt a fésűt ki lehet mutatni. Ez az ábra, ez a napot mutatja. Ez a napnak a fénygörbéje földfelszínről, annak a Fourier spektruma, és aztán annak a ránagyítása itt a 3000, a 3 mHz, vagy a 3000 mikroherc környékén, az az 5 perces rezgések. Lehet látni, itt bizony csúcssor van, és akkor itt vannak ezek a két fésű egymáshoz képest eltolódva. Tehát a naptípusú rezgéseket vizsgáló empirikus emberek, mint amilyenhez én magamat is hozzásorolom, azt csináljuk, hogy kapunk egy ilyen ronda adatsort, kiszámolunk egy ilyet, és aztán keressük benne a fésűt. Ugye ez egy elég unalmasan hangzó dolog. Remélem, hogy meggyőző volt a fölvezetés hozzá, hogy az eredmények, amik kijönnek belőle, az adott esetben érdekesek. Miért érdekesek? Azért érdekesek, mert ebbe a fésűbe, ugye, ha veszek egy fésűt, akkor az valamiről mindig árulkodik, ha nagyon olcsó fésűt, akkor az, hogy a shanghai gyárban éppen hogy dolgoztak a minőség ellenőrök. A fésű fogaknál lehet definiálni ezt a nagy távolságot, ami a nagy frekvencia szeparációnak hívjuk, meg van ez a kis távolság a kis nagyfésű meg a kisfésű fogak között, amit kis frekvencia szeparációnak nevezünk, és a lényeg az, hogy a nagy frekvencia szeparáció és a kis frekvencia szeparáció rendre a csillag sűrűségéről és a csillag koráról árulkodik. Tehát megmérjük a bonyolult görbét, kiszámítjuk ezt, megkeressük benne a fésűt, tök egyszerűen hangzik, a valóság sose egyszerű, ez nyilván preparált ábra, és akkor, ha ábrázoljuk a nagy frekvenciát, tehát a nagy fésű távolságot a kis fésű távolsággal, akkor nagyon szépen különválik a csillagok tömege és a csillagoknak a kora. Tehát, ha megmérjük különböző csillagokra, fölpöttyözzük erre a diagramra, és akkor le tudjuk olvasni, hogy akkor a csillag tömege az mondjuk 0,8 és 0,9 naptömeg, a kora pedig valamilyen egységben 0,6 és 0,7 közé esik. Tehát ezzel a módszerrel, ha meg tudjuk mérni a szoláris oszcillációt, akkor meg tudjuk határozni ezeket a frekvenciakülönbségeket, azonnal a kezünkbe esik egy módszer arról, hogy milyen a csillag tömege és kora. És akkor hol tudjuk ezt alkalmazni? Tehát mi nagyon szép és jó. Most bejön, mit tudom én, Kovács János az utcáról. Ugye nincs itt Kovács János egy se. Tehát bejön Kovács János az utcáról, mondjuk APEH ellenőr, ami adott esetben egy, mit tudom én, nem földön a legkellemesebb embertípus, de elnézést kérek minden kellemes APEH ellenőrtől. Bejön Kovács János APEH ellenőr, vagy még jobbat mondok, bejön
mit tudom én, XY, a országgyűlés, mit tudom én, költségvetési bizottságának vezetője, hogy most akkor mi a fenér is költünk erre? És akkor ugye fel lehet tenni a kérdés, hogy mire jó ez az egész? Azon kívül, hogy az ember nagyon lelkesedik a témáért, és akkor azt mondja, hogy tényleg milyen jó dolgokat ki lehet hozni adatsorokból. Egy fontos alkalmazás, Kepler űrtávcső. Mindenki hallott már róla, idén föllőtték a Kepler űrtávcsövet. Célja, földtípusú bolygó megtalálása. Meg is fogja ez mindenki ebben biztos már. Ugye, itt van egy olyan dolog, hogy ugye, amikor bolygókat keresünk más csillagok körül, akkor azt várjuk, mondjuk a tranzit módszernél, hogy van egy csillagunk, van egy bolygónk, átvonul a bolygó a csillag előtt, fényességben azt látjuk, hogy hopp, itt lezökken, és aztán visszamegy. De a bolygó átvonulások ilyen elhalványodásokat okoznak. Hello! Na most akkor, hát ugye a palacsinta és a kaka relációja az itt kerül elő, hogy amikor mondjuk a Kepler űrtávcső kimér egy ilyen lezökkenést és visszamászást, akkor ő csak ezt látja. De hát ugye, hát ha belegondolunk, egy óriás csillag körül egy óriás bolygó, vagy ne adj Isten egy vörös törpe csillag, vagy egy naptípusú csillag körül egy földtípusú ez itt bolygó akart lenni, pontosan ugyanazt a fényességváltozást képes előidézni. Tehát pusztán ránézésre a fénygörbére nem tudjuk megmondani azt, hogy egy átvonuló bolygó mekkora abszolút mértékben, csak a csillagához képes tudjuk megmondani. Csillagához viszonyítva. Itt mondjuk azt látjuk, hogy 10-szer kisebb átmérő, mint a csillaga. Na de kérem, nincsenek kis táblán ráírva a csillagokra az égen, hogy most ez egy nagy csillag, vagy ez egy kis csillag. Azt nekünk meg kell tudni mondani. És a szoláris oszcillációk, azok pontosan erről szólnak, ugye földtípusú bolygót egy naptípusú csillag körül akarunk kimutatni. Egy naptípusú csillag rezeg, mint a nyárfalevél, és ha meg tudjuk mérni ezeket a frekvenciákat, meg ezeket a frekvencia szeparációkat, ezeket a borzasztó dolgokat, akkor azonnal meg tudjuk mondani, hogy amit itt látunk, az most egy nagy óriás csillag körül egy gázóriás, vagy egy naptípusú csillag körül egy földtípusú bolygó. Ez egy nagyon fontos alkalmazás, ami a 600 millió dolláros Kepler űrtávcsőnél abszolút alapvető fontosságú. Tehát nem ismerünk más módszert. Természetesen mindig elmondom, most is elmondom, én magam nem foglalkozok földtípusú bolygók keresésével, én csak az asztroszeizmológiával foglalkozhatok. Nekem papírom van róla, hogy nem foglalkozhatok bolygóval, és még ha véletlen találnék is, akkor is az nem az enyém, hanem William Borucki, Kepler vezető kutatóé. Tehát én egy ilyen papírt aláírtam. Na mindegy, érdekes dolog, nem? Tehát, ugye egy 600 millió dolláros program sikere vagy kudarca, az már egy adott esetben pénzügyi vonalon gondolkozó, mondjuk APEH ellenőr vagy országgyűlési parlamenti bizottság vezetőnek is talán elfogadható érv. És azt, hogy most egy földtípusú bolygó kimutatása miért fontos vagy nem fontos, ez talán nem ránk tartozik, vagy az talán túl messzire hát elvezetne. Tehát ez volt egy olyan terület, amit szerettem volna kicsit így kitárgyalni, nem tudom, hogy érthető volt-e egyébként, hogyha van kérdés, nyugodtan fel lehet tenni. Azért is, mert naptípusú csillagok rezgésével Magyarországon nem sokan foglalkoznak per pillanat, és ezért erről a témáról ismereteim szerint rajtam kívül nem nagyon szoktak beszélni. Kovács Géza, akadémiai kutató csillagász, a 80-as években foglalkozott ezzel a témával, de aztán ő más irányokba vette az útját. Na tehát, a másik terület, a másik sarok, a Herzsprung-Russell, tehát eddig erről a pici kis régióról beszéltem. Most Alfa Centauri A és B, majdnem elfelejtettem. Nem megyünk még tovább. Ugye az Alfa Centauri A és B, azt mondtam, hogy azt nagyon szeretik az emberek. Alfa Centauri A, Alfa Centauri B, naptól kicsit nagyobb tömegű, naptól kicsit kisebb tömegű. Erre a kettőre, mind a kettőre már sikerült kimutatni, kimérni a rezgéseket. Sikerült kimérni mindkét csillagra a nagy frekvencia szeparációt is, meg a kis frekvencia szeparációt is. Tehát mind a kettőre létezik már olyan szeizmikus modell, ami a kort megmondja. Most miért szeretjük az Alpha Centauri A és B-t? Nem csak azért, mert az egész égbolt legszebb kettős csillaga, negyedszer is elmondtam,
hanem azért is, mert egy fizikai kettős. Egymás körül keringenek. Na most a fizikai kettősökről azt gondoljuk legalábbis, hogyha normális asztrofizika és nem valami science fiction univerzumban keletkeztek, hogy egykorúak kell, hogy legyenek. Tehát azért is szeretjük az Alpha Centauri A és B-t, mert ketten vannak, és mind a kettőre ugyanazt a kort, és például, ha szeretnénk hinni a asztrofizikába, összetételt is kell, hogy kapjuk, bármilyen rezgést vizsgálunk. Tehát ők egy nagyon-nagyon erős megszorítást adnak bármiféle elméletre. Nem csak azért, mert olyanok, mint a nap, meg nem csak azért, mert épp egy picit különböznek a naptól főfelé, meg lefelé, hanem azért is, mert összetartoznak, egykorúak. Ezért a fejlődésnél rögzítik a kort, de megmondják, hogy tömeg függvényében hogyan változik a fejlődés. Tehát ezért nagyon szeretjük az Alpha Centauri A és B-t. Én magam az Alpha Centauri B rezgéseit mértem ki. Hát most én mértem az egyik távcsővel, amikor mértük a rezgéseket. A másik távcső, az a távcső az angol-ausztrál, 4 méteres angol-ausztrál távcső volt, a másik távcső az egyik 8 méteres VLT egység volt. Ez 2003-ban volt még. Tehát ezt, amit még akarok mondani, hogy a legközelebbi, legfényesebb naptípusú csillagokra is 4-8 méteres távcsövekre van jelenleg szükség, hogy sebességbe ezt ki tudjuk mérni. Tehát itt jön be az, hogy a Kepler viszont már 10-12 magnitudós csillagra is ki tudta mérni. Tehát a pontosság, az elérhető pontosság, meg egyszer műszeridő szempontjából a fénygörbe mérés a rezgések kimutatására sokkal gazdaságosabb, mint a sebességmérés. Legalábbis jelenleg. Mert a jelenleg a legjobb műszereket kell használni hozzá, 4-8 méteres távcsöveket, hogy egyáltalán azt a pontosságot, hogy ezt a centiméter per szekundumos kis hullámzáskákat ki tudjuk mutatni. Na mindegy, ezt még az Alpha Centauriról el akartam mondani, tehát, na, mire a nap megvénül? Most jelent meg, azt hiszem, a szeptemberi meteorban volt ez a valami cikkecské. Ennek is van apropója, Jézus Mária, már 8 óra. Ennek is van apropója, ugye a Magyar Tudomány az egy lap, nem csak egy disziplína, hogy Magyar Tudomány, vagy szóval akármi. A Magyar Tudományos Akadémia havi lapja, a Magyar Tudomány. Annak is volt most egy csillagászat éve külön száma, az októberi szám, sok csillagászati cikkel, benne a Mire a nap megvénül című opuszom. Na most ennek kapcsán egy picikét beszélnék ezekről is, de tényleg itt megint csak ki, amik így eszembe jutnak, hogy miért érdekes az az egész, meg miket vizsgálnak az emberek abban a területben. Ugye itt van a napunk, itt erre a jobb felső sarokra kell gondolni a Hertzsprung-Russell diagramon, tehát a napunknál hűvösebb, hidegebb csillagok, jellemzően a nap 6000 fokos hőmérsékletéhez képest 3000 fokosak, viszont abszolút fényességük adott esetben olyan 6-8 magnitudóval meghaladja a napét. Tehát több ezerszer fényesebben ragyognak, mint ami napunk. Itt vannak csillagnevek, Arcturus, Pollux, Alpha Arietis, Alpha Uma, Alpha Hia, Beta And, Aldebarán, ezek azok a vörös óriások, amelyek még kevésbé előre haladott állapotok. Tehát az Alpha Uma az egy nagyon szép K óriás, az Arcturus is egy nagyon szép K színkép típusú. Azok inkább 4000-4500 fokosak. Alpha Triangulum Australis, ez egy szép csillag, ott a nagy semmi közepén ott világít. Éta per. Na és akkor itt vannak az igazi M óriások, amik így ténylegesen fényesek, szabad szemmel is látszanak. Ugye 30 her az a G her, Gamma Cru az a délkeresztjéből a felső, a vörös, aki látta, R Lyrae, Mu Gamma Chi Cygni Alpha her, hát igazából az nem minden tartozik, meg maga a Mira. Tehát ezek azok a vörös óriások, fölfúvódott vörös óriások, amelyek azt a kort reprezentálják, amikor a napunk már lesz egy olyan mondjuk 10-12 milliárd éves, fölfúvódik, kiterjed a mostani, majdnem a mostani Mars pályájáig, elnyeli a Földet, elnyeli aktuális állapotban, meg előtte természetesen a Merkurt és a Vénuszt is, a Mars az túléli, a Jupiter holdjai elpárolognak, meg egyéb ilyen finomságok lesznek. Na tehát ezt az állapotot reprezentálják a vörös óriások.
Tehát itt egyből kapcsolódnék az előző témához. A naptípusú rezgések ugye azért érdekesek, mert a napunk jelenéről árulkodnak. A vörös óriások, mint asztrofizikai rendszerek, meg azért érdekesek, mert a napunk jövőjéről árulkodnak. Tehát mindenféleképpen mindig be lehet kötni. Amikor az ember pályázatokat ír, akkor ezeket mindig használja. Ezeket a, ugye angol ez a sales pitch, ugye, amivel eladjuk a témát. Na most ez egy olyan ábra, amit nagyon szeretek, egy japán honlapról szedtem le tegnap este. Ugye amikor azt mondjuk, hogy egy vörös óriás, akkor ugye egy nagy vörös gömböt képzelünk el. Ez egy elég jó közelítés a dolgoknak. És akkor azt mondjuk, hogy hát a magjában zajlanak a energiatermelő folyamatok, ahol ott mindenféle dolog történik. Ez egy méretarányosra tervezett ábra sor. Tehát ott ez a nagy vörösbe, ott az a kis pici fekete, abba a kis, az ez, és az az ebbe, az a kis pici, az ott, ahol történik valami. Tehát igazából egy vörös óriás, egy pontszerű fényforrás, amit körbevesz egy hatalmas nagy ilyen gázgömb, gázburok. A vörös óriások azok teljes mértékben konvektív, hatalmas nagy ilyen lötye valamik, amik azért ilyen nagyok, mert a közepükön van egy iszonyatosan fényes fénypont, ami szétfújja az egészet. Persze ez egy nagyon konyha nyelv, de igazából a lényeget ez fogja meg legjobban. Na most a vörös óriásból kétféle van. Itt ezen az ábrán az egyik féle van. Az egyik féle az az, amivel a napunk is lesz olyan 5 milliárd év múlva. A hidrogén átalakul héliummá. A hélium már nem csinál semmit, és a hélium magot övező héjban a hidrogén alakul át héliummá. És akkor aztán azt övezi egy kis töppet sugárzási zóna, és az egészet egy hatalmas nagy konvektív burok. Most ez egy ilyen nagyon vázlatosan a vörös óriások szerkezetének a ilyen egyik fajta vörös óriásnak a elképzelése. Kevesen tudják egyébként, ha az ember megnézi Teller Ede publikációit, akkor még Teller Ede is publikált vörös óriások szerkezetéről 40 vagy 41-ben. Hát nem volt jobb dolga, hát néha unatkozott itt bomba kitalálások közte is, közepette, és akkor vörös óriások szerkezetéről is írt. Astrophysical Journal-ba publikált egy-két cikket vörös óriásokról. Miért olyan nagyok a vörös óriások, meg ilyenek? Tehát egy érdekes volt. Na mindegy, az egyik típusú vörös óriás az ilyen. A másik típusú vörös óriás az ugyanilyen, de a betűket ki kéne cserélni, és nem volt kedvem kicserélni. A hélium helyét átveszi a szén, meg oxigén. A hidrogén hélium, az is marad hidrogén hélium, és időnként hélium a szénné. Tehát ugye a csillagok fejlődését az a legunalmasabb minden könyvben. Jaj, az nagyon borzasztó minden könyvben. Az ember elővesz egy nem ilyen, ilyen csicsás, színes, szagos könyvet, hanem kicsit olvasmányosabb, tehát betűk vannak benne képek helyett. Tehát betűket tartalmazó könyvet elővesz az ember a csillagászatról, akkor ott van benne mindig a csillagok fejlődése, és akkor ott van az, hogy és akkor elkezdi magyarázni, hogy ha kis tömegű, ha közepes tömegű, ha nagy tömegű, ha fiatal, ha öreg, és abba ott elveszti az ember a fonalat azonnal. Én se akarok most ebben nagyon belemenni, mert az tényleg, hát sokféle lehetőség van. Tehát a lényeg az, hogy a mi napunk ugye most azt csinálja, hogy a magjában hidrogént alakítja át héliummá, egy idő után a magból elfogy a hidrogén, és akkor lesz egy hélium magunk. És akkor örül egy ilyen héjégetés lesz. Akkor gyűlik a hélium a magba, fújódik föl az óriás, ennek megvan a pontos fizikai magyarázata, és akkor egy pillanatban, egy valamilyen állapotnál, az a héliumból álló mag összeroppan, kvázi, és beindul benne a hélium-szén fúzió. És akkor aztán elkezd a hélium szénné, meg körülötte hidrogén a héliummá, és akkor eljön hagymás szerkezet, aztán egy idő után lesz egy szénmag, ahol nem történik semmi, és körülöttenek zajlik a hidrogén-hélium, és időnként a hélium-szén fúzió. Bonyolult, már tudom, mert mire az a baj, az ember mire a mondat végére ér, az elejét már elfelejti az előadó is, hát még akkor a hallgató. Tehát lényeg az, hogy a vörös óriások azok valami ilyesmik. De ez az egyszerű kép. Na most ettől van egy kicsit bonyolultabb kép is. Ugye? Ez elég bonyolult.
Ez egy vörös óriás akar lenni, még ha nem is látszik rajta. Nem fogok végigmenni minden kis jelzésen. Csak pár dologra följöm a figyelmet. Ez is megjelent a Meteorban is, meg a magyar tudományban is. Nyilvánvalóan senki nem böngészte végig a kis apró jelkéket, hogy mi van rajta. Szép. Most kíséreljünk meg valamit megérteni ebből, hogy miért is olyan rohadt nehéz a vörös óriások tanulmányozása, és miért is van az, hogy éppen ezért nagyon sokan szellemi kihívásként értékelik a velük való foglalkozást, és ezért szeretnek velük foglalkozni, mert érdekesek, mert bonyolultak. Ugye belül van a mag, degenerált, ez most éppen egy olyan vörös óriás már, ahol már szén-oxigén mag van, körülötte hidrogén-hélium égető héjak, van egy hatalmas konvektív burok, az egész pulzál. Na most akkor, amikor egy ilyen naptípusú tök fölfúvódik olyan óriás nagy lötye valamivé, akkor a peremén a szökési sebesség olyan picire lecsökken, hogy a gáz szinte azonnal el tud szakadni. Tehát magyarul a tömegvesztés a vörös óriás állapotban nagyon erősen meglódul. Tehát egy csillag, amikor vörös óriássá válik, akkor elkezd fogyni. Ezt sokan az emberek körül is szeretnék utánozni. Elárulom, hogy ehhez nem kell vörös óriássá válni. Például, ha megváltoztatjuk, hogy mit eszünk, akkor elérhető. De a csillagok esetében vörös óriássá kell válni ahhoz, hogy veszítsünk mondjuk tömegünknek 30%-át, vagy felét is akár. És miközben ez a tömegvesztés beindul, ott történnek csúnya dolgok. Csillagszél, porképződés, mindenféle molekulák. Miért alakulnak ki molekulák? Azért, mert itt lehet látni egy távolság skálát, ahogy távolodunk a csillagunktól, a hőmérséket egyre jobban lecsökken. Vörös óriásokban már mindenféle anyagot letermeltek a belsőben levő nukleáris folyamatok, ezért mindenféle molekulához, szénatomok, szilíciumatomok, magnézium, alumínium már ott van. Ha elegenden hidegre leválik, lehűl az egész, akkor ott azonnal jönnek a porszemcsék. Na most, ha már van porszemcse, akkor már minden bonyolultá válik, mert hogy csillagászati porszemcséket hogy kezelje le az ember, hogyha még ráadásul pulzál is az a vacakot alatta, és akkor még veszíti is, és akkor történik mindenféle dolog, ez nagyon bonyolult. Tehát ez a lényeg, hogy ez egy két véglet, ez az előző ábra, ez az egyszerű. Van egy nagyon nagy vörös gömb, jó, örülünk. De ha igazából kicsit így megkapargatjuk így a felszínt, akkor valójában egy ilyen nagyon bonyolult, nagyon sokszorosan csatolt rendszert látunk, ahol bizony van kémia, fotokémia, fizika, minden anyám kínja, hidrodinamika, mi történik, ha az ott a rezeg, ha abba hullámok kialakulnak, van csillagközi anyagot, van egy csillagközi sugárzási térre kölcsönhatás, minden anyám kínja elképzelhető. Tehát a lényeg az, hogy a vörös óriások érdekesek azért, mert a napunk jövőjét reprezentálják, érdekesek azért, mert nagyon nehéz őket, ha tényleg becslette akarja az ember vizsgálni. És akkor természetesen föl lehet tenni a kérdést azt, hogy mi az, amit mi ebből ugye látunk, ugye mit látunk, ha derült az ég, ugye ezeknek a vörös óriásoknak jelentős, gyakorlatilag, ezt mondok egy számot, 100%-a pulzál. Tehát mindegyike rezeg valamilyen mértékben, és egy részük, azok nagyon nagy amplitudókat, vizuális amplitudókat nyernek a pulzáció során, ugye ezek a Mira típusú változó csillagok. Ugye a Mirák azok mondjuk a 300 napos átlagosra, 300 napos periódusra kitágulnak, összehúzódnak, lehűlnek és fölmelegednek, fölfényesednek és elhalványodnak. Na most ezt láthatjuk. Ezt ha megkövetjük akár vizuálisan, akár műszerre, akkor lehet látni, és akkor mondjuk 1913 és 2002 között, tehát ez uszkve 89 év, lehet mondjuk ilyen adatsorokat fölvenni. Ez mind nagyon szép és jó. Ugye évekig ezekről beszéltem. De mire jó ez az egész? Azon kívül, hogy jó, hát örülünk. Dokumentáljuk, hogy az első világháborúban kevés derülték volt, a második világháború környékén is voltak némi nemi megfigyelési nehézségek, utána viszont már folyamatossá váltak az adatsorok. Mire jó ez az egész?
egy lehetséges alkalmazás, amire a T-umi csillag nagyon szép példát adott, igazából mind máig a legjobb példa, az az, hogy itt van ez a szerencsétlen csillagmag. Ott nem történik semmi. A csillagmagot övezi egy héj, amiben van hélium alul, fölötte egy hidrogén. És igazából az energiatermelés az idő nagy részében a szén mag fölött levő hélium héj fölött levő hidrogén héjban történik. Tehát van a szén mag, akörül van a hélium héj, és körülötte van egy hidrogén hélium fúziót adó harmadik héj. Most ez a harmadik héj, héj öreg, előtte végsz, ha élsz. Ez a harmadik héj, ez termeli folyamatosan a héliumot, ugye fúzióval. Az azt jelenti, hogy a harmadik héjból szépen pörög lefelé, csorog lefelé a letermelt friss hélium, azaz a szénmag felszínén a hélium héj az folyamatosan nő. És időnként annyira megnő, hogy képes benne begyulladni a hélium-szén reakció. Lehet, hogy egyébként rosszul magyarázom, de szerintem így van. Lehet, hogy fordítva, de szerintem ez a helyes. Legalábbis én így értettem meg egyszer egy cikkből. Hát a lényeg az, hogy igen, így történt. Ez a logikus egyébként. És akkor az a hélium, azért hívjuk hélium flashnek. Tehát a hélium héj villanásnál a folyamatosan termelődő hélium annyira nagyjá válik, hogy benne is be tud indulni a fúzió. Na most akkor azt jelenti, hogy van egy ilyen iszonyú erős pontforrás körülötte a nagy burok, és akkor az ott fővillan. Most ennek a karakterisztikus időskálája az olyan pár száz év. Tehát néhány száz évig a mag hirtelen fényesebben világít. Hát ugye nem látjuk, mert egy nagy gázburok veszi körbe, de maga a csillag belseje átrendeződik ennek a hatására. A csillag belseje reagál arra, hogy a magban megváltozott az energiatermelés. És ezt láthatjuk kívülről. Na, itt végre az asztalra kerül a csizma megint. Ezt a hatást ki lehet mutatni. Két módszerrel lehet kimutatni. Az egyik indirekt, a Michael Mann a tett után, a másik az a tett közben. A tett közben az, ami erre a fénygörbéről szól. Amikor ott begyullad a hélium héj hirtelen, ilyen flash-szerűen, ilyen villanás-szerűen, akkor egy becsülettel pulzáló méra csillag erre úgy reagál, hogy megváltoztatja a pulzációs periódusát. Másképpen fog rezegni. Más periódussal. És a T-umi az pontosan egy ilyen 330 napról lement 240 napra a periódusa. Az borzasztó nagy változás. Ha az én periódusom, a hangom frekvenciája kettes faktorral majdnem megváltozna, akkor nagyon-nagyon másképp beszélnék. A csillag esetében, és ez a legjobb, amit találtak legelőször Szatmári Károly és Gál János még 95-ben, aztán később ezt újra látogattuk 2003-ban, amit találtunk, az az, hogy ez a csúcsok közötti távolság, ez a egyenköz, ez nagyon erősen lerövidült, és a lerövidülés nagysága és sebessége, tehát gyorsasága, hogy milyen gyorsan rövidül a periódus, az azzal van teljes összhangban, hogy ott a magban hirtelen beindult egy ilyen hélium flash. A másik módszer, amivel ezt lehet igazolni, hogy tényleg ilyen van vörös óriásokban, az azzal történik, hogy ezeknél a reakcióknál, különösen a hélium flashnél, tehát a hélium héj villanásnál letermelődnek olyan radioaktív elemek, melyeknek a felezés ideje 100 000 év nagyságrendjébe esik. Technécium az ilyen. Tehát ha egy vörös óriás spektrumában látunk technéciumot, akkor azt jelenti, hogy az elmúlt 100 000 évben valamikor történt benne egy ilyen durva villanás. És aztán azt a konvektív burok fölkeverte a felszínre azt a radioaktív technéciumot, ami aztán el is bomlik pár százezer év alatt. Tehát a technécium, illetve pulzáló csillagoknál a periódusnak egy nagyon masszív változása, ami elárulja ezt a hélium-héj villanást. És aztán mondtam azt, hogy tömegvesztés, hogy aztán az élete végén ez a nagy burok ez le is repül, és akkor ilyen szép szerkezeteket látunk, mint ezen a planetáris ködön. Egy órája beszélek, úgyhogy mindjárt befejezem, mert tényleg itt nagyon sok mindennel készültem. Önmagamnak elmondok, hogy azt mondom, hogy nem készültem semmivel,
de valójában sok mindennel készültem. Amilyen a nap soha nem lesz, szerintem ezt most átugrom. Ha van rá érdeklődés, elmondom. Amilyen a nap soha nem lesz, a legtörpébb törpék. Itt a barna törpékről akartam beszélni, de lehet, hogy most nem fogok, mert olyan régóta beszélek, mert már mindenki haldoklik. Ugye a Herzog-Lasser diagramnak a jobb alsó sarkáról van szó. Ugye a legtörpébb törpe csillagok. Ugye mondtam azt, hogy ki akartam valahogy, be akartam látogatni néhány sarokba. Ez is a 90-es évek igazából. A kérdés az, hogy milyen tömegű a legkisebb tömegű csillag. Tehát pontosabban, milyen, honnantól nevezzük csillagnak azt a valami kis töppet valamit, amiről azt gondoljuk, hogy csillag. És akkor azt lehet mondani, hogy a leghidegebb és a legkisebb abszolút fényességű tartományban, amiket ma már L és T színkép típusnak hívunk, nem is az M-nél ér véget ma már, hanem az L, T, sőt már valaki az Y-t is bevezette, pedig még egyetlen egy Y-törpét sem ismerünk, de már a típus megvan hozzá. A leghidegebb, legkisebb abszolút fényességű égitestek azok, amelyek nagyon nagy számban vannak az elméletek szerint az univerzumban, és néhány őrült embert rendkívüli lelkesedésre képesek gerjeszteni, de valójában kis érdektelen töppet objektumok. De ugyanakkor mégiscsak nagyon érdekes asztrofizikáról árulkodnak. Itt ránagyítottam, és ugye egész korábban itt ilyen csillagnevek voltak, hogy Alfa Ari, Alfa Cen, Alfa Her, görögbetűs csillagnevek. Mindenki szereti őket. De a jobb alsó sarokban, ami az elmúlt években nagyon szépen benépesült új égitestekkel, ilyeneket találunk, hogy mondjuk VB8, LP412, LHS2924, KELU1, RG, GD106, tehát ilyen eszméletlen értelmetlen nevű égitestek. Na most, az elméletek már a 80-as években, 70-es, 80-as években azt mondták, hogy lenniük kell a leghidegebb M-törpéknél, mint amilyen a 61 Cygni, a 40 RIC, a Barnard törpecsillag, a Kaptein törpecsillag, ilyen csillagoknál, és kell lenniük hidegebb, kisebb tömegű égitesteknek. Igazából egészen 1988-ig várni kellett a beazonosításra. Az első optikai kép, tehát ami távcsővel egy kép, hogy ez a barna törpe, pedig egész 94-ig várni kellett. És ez azóta történt. És amit majd tudunk a barna törpékről, az ezóta, tehát az elmúlt 15 évnek az eredménye. Tehát ha megnézzünk egy 88-as kiadású csillagászati népszerűsítő könyvet, abban a barna törpékről bizony még egy szó sincsen, ma meg már egész könyveket írnak a barna törpékről. Tehát ezek valamiféle olyan égitestek, melyek félúton vannak a csillagok és a bolygók között. Így most van egy ilyen méretarányos kép, a Nap és a Jupiter közte a TVA 58 jelzésű barna törpének egy méretarányos ábrája. Ezek olyan égitestek, melyekben éppen-éppen de pislákol a fúzió, vagy egy időben legalábbis pislákoltak a fúziós reakciók, például a lítium. Képes benne. Deutérium. Fúzió, barna törpékben. Ma már legtöbbjükben nincs semmi, és igazából azért érdekesek, hát most miért is érdekesek? Tudjuk, hogy miért érdekesek a barna törpék? Azon kívül, hogy nehéz őket megtalálni. Hát ugye valamiféleképpen azért, mert arról árulkodnak, hogy a csillagkeletkezés, meg a bolygó képződés mettől meddig működik. Ugye a csillagok azok ugye felhőkben ilyen csomósodással keletkeznek. A bolygók ezzel szemben csillagok körül ilyen korongokban becsomósodásként. Tehát alapvetően a csillagkeletkezés, meg a bolygó keletkezés, az két teljesen különböző mechanizmus, ahogy legalábbis értjük jelenleg őket. A barna törpék, ezek a kettő között vannak tömegben, és például nem világos, hogy hogyan keletkeznek. Korongban is keletkezhetnek barna törpék, vagy csak becsomósodással keletkeznek barna törpék. A másik pedig az, hogy
A csillagok tömeg szerinti gyakoriság függvénye. Jaj, de csúnyákat mondok így 49 felé. Az olyan, hogy minél kisebb tömegű egy csillag, vagy minél kisebb tömegű csillagokat nézünk, annál több van belőlük. Tehát nagyon nagy tömegűekből van egy-kettő, ilyen nagyon kis tömegű vackogú meg 1000 szám. Tehát a barna törpék, azok nagyon sokan vannak. Legalábbis ezt várjuk, hogy nagyon sokan legyenek. És miért érdekesek még a barna törpék? Hát azért is érdekesek a barna törpék, mert olyan felszíni hőmérsékleteik vannak, amelyek másképpen nem nagyon vizsgálhatók. Meg hát olyan, hát nem valami bolygószerűek, de mégis csillagok, szóval ilyen se hús, se hal, ezért aztán érdekes. Biztos van egyébként érdekesebb. Más oka is annak, miért érdekes, most hirtelen nem jut eszembe egy sem. De majd, ha eszembe jut, akkor majd mondom. Most miért volt olyan nehéz egyáltalán megtalálni őket? Azért volt olyan nehéz megtalálni őket, mert ezek a kis tömegűek, a felszínükön a hőmérséklet jellemzően a 1000-2000 Kelvin közé esik. És itt mutatja egy ilyen Móriczka ábra balra fönt, hullámhoz függvényében a sugárzás eloszlását, egy napszerű, az optikai tartományban fényes, egy 3000 fokos vörös óriás vagy vörös törpe már a közeli infrába, egy 1000 fokos barna törpe az viszont már a közeli infrától is távolabb, a közép-infra hullámhosszakon sugározza ki sugárzásának túlnyomó részét. Tehát az optikai tartományban a barna törpék gyakorlatilag láthatatlanok. Úgyhogy tulajdonképpen, hogy advokátus diaboli legyek önmagammal szemben. Tulajdonképpen, amikor azt mondtam, hogy olyanokról is beszélek, hogy miket láthatunk ezekből kis távcsövekkel, tök hülyeséget mondtam, mert ezekből semmit. Se a naptípusú rezgésekből nem láthatunk semmit, se a vörös óriások szerkezetéből, se a barna törpékből, mind olyan rohadt halvány. Mindegy, hát elnézést, hát ott beszéltem az elején össze-vissza. Most a valós csillagok, azok ugye nem teljesen fekete testek, ugye itt van egy ilyen Vega, ilyen Móriczka ábra. A barna törpéknél ugye nagyon nem kontinuumot látunk, hanem mindenféle molekula sávokat, molekula elnyelések, ilyen borzasztó bonyolult a spektrum, és ezért aztán igazából az egelső felfedezés is úgy történt, hogy találtak egy nagyon vörös égitestet, aminek a spektrumát nem értette senki. És akkor jöttek rá, hogy hoppá, azért nem, mert csak 1600 kelvines. Korábban 3000, meg ilyeneket próbáltak. Tehát nem tudták, hogy egyáltalán milyen hőmérséket ez a valami. Tehát például itt egy ilyen, ha jól emlékszem, ez a legelső, amit ténylegesen lefotóztak. Tehát itt, ott. A Gliese 229 jelzésű törpe csillag kísérője, ez a kis pötty. Tehát ez 15 évvel ezelőtt volt. A J és K sávbeli magnitudója 14, az azt jelenti, hogy a optikai tartományban, tehát amiben az én szemem mondjuk érzék, egy olyan 21-22. Azt én nézhetem az idők végezetéig, azt meg nem látom, még a világ legnagyobb távcsövével sem. A másik, ami szintén egy, ami viszont az egyik legközelebbi, ha talán azt hiszem épp, ha nem is a legközelebbi, de az egyik legközelebbi barna törpe, az az Epsilon Indi B, amit pár éve fedeztek föl, úgy fedezték föl, hogy volt az Epsilon Indi, és akkor találtak egy nagyon vörös objektumot, ami pontosan úgy mozog, mint az Epsilon Indi, ami egy naptípusú csillag, térben, de messze van tőle. Azt hiszem, az is valami 2-3 fokra. Tehát van az égen az Epsilon Indi, és találtak tőle tulajdonképpen tök messze, 2-3 fokra, egy nagyon halvány, I-sávban 16 magnitudós csillagot, ami pontosan ugyanolyan irányba mozog az égen, saját mozgás, mint az Epsilon Indi, tehát ilyen közös saját mozgású pár, Common Proper Motion 2-s, és aztán a távolságokat is meg lehetett becsülni, és akkor kiderült, hogy fizikailag is egymáshoz tartoznak. És aztán, amikor megnézték egy nagy fölbontású távcsővel, azt hiszem talán a Hubble kellett hozzá, de nem, mert a Földről is ezt föl lehet bontani egyébként, az Epsilon Indi B-ről kiderült, hogy valójában nem is csak, hogy egy barna törpe, hanem kettő. Egy kettős barna törpe. Tehát valójában az Epsilon Indi az egy hármas rendszer, a napunktól 12 fényév távolságban, van a naptípusú csillag, és tőle 1500 csillagászati egységre, tehát az a naprendszerben mondjuk olyan 50
nap-Neptunusz távolság, azért az jó kint a fenébe van, lenne. Van két barna törpe, egymástól kevesebb, mint két csillagászati egység távolságra. Mintha napunknak lenne kint a fenébe két vörös, vagyis két barna törpe kísérje. És kiderült, hogy ez a, és akkor itt vannak ilyen számok, hogy J és K sávban, az Epsilon Indi B, ez 12 magnitud, a két barna törpe összeolvadt fénye, I sávban 16, az R-ben, ami vörös, tehát az vörös, R mint red, még ott is 21 magnitudó ez a rendszer. Tehát gyakorlatilag reménytelen. 12 fényévre levő barna törpét optikaiban megfigyelni, reménytelen vállalkozás, infrába kell menni ahhoz, hogy bármit is megpróbáljunk. Most ennek kapcsán most itt eszembe jutott egy érdekes dolog, amit a múltkor kérdeztem egy pulzáros embertől, nem, kazáros embertől, zár. Ugye vannak olyan csillagászati ismeretterjesztő könyvek, mint a Nemesis elmélet, ami arról beszél, hogy mondjuk adott esetben a nap körül a kihalásokat okozhatnák egy olyan vörös törpe vagy barna törpe, ami kin kering a Oort felhőben, sok ezer csillagászati egységre, és nagyon elnyúlt pályán, időnként bejebb jön a naprendszer belsejébe, és akkor magával hoz kintről friss üstökös magukat, és akkor azok lebombázzák a föld felszínét, és akkor kihal mindenki. Ugye ez a Nemesis elmélet. Ez egy időben nagyon népszerű volt egyébként, és kérdeztem azt, hogy és a múltkor egy előadást hallottam egy kvazár asztrometristától. Most a kvazár asztrometristák, annak a társaság, az társaság az nem egy nagyon népes társaság, de ez a kvazár asztrometrista úr, ez azt csinálja, hogy a kvazárok átvonulásait méri rádiótávcsövekkel, nagyon pontos időfelbontással, és a Föld forgás tengely változásaira következtet ebből. Ez nem is annyira érdekes, tehát őt ezért fizeti az ausztrál kormány. Tehát ő azért kapja a fizetést, hogy mérjen kvazárokat, ami megmondja, hogy a Föld hogyan forog. Ez egy nagyon kellemes állás. Van is ideje mással foglalkozni, mert alapvetően ezeket a méréseket elvégzi a számítógép, tehát ehhez nem kéne ilyen, mert persze jól nyilván adatokat elemezni kell. Nos, ha egy hazai rádiócsillagász kvazáros figyel minket, akkor elnézést kérek, hogy így beszélek rádiócsillagászokról. Tehát a lényeg az, hogy ennek az ipsének van ideje arra, hogy próbál kozmológiát is csinálni a kvazárok nagyon precíz méréseiből, és ő azt állítja, hogy az adatokból nagyon szépen, tehát a kvazárok időbeli koordináta változásából nagyon szépen látszik például a nap mozgása a tejútrendszer központja körül. Tehát olyan érzékenyek ezek a mérések, hogy több évnyi kvazárok, ugye a kvazárok azok gyakorlatilag végtelen messze vannak, tehát nagyon stabil referencia pontokat adnak számunkra, ezért bármiféle módosulás a koordinátáikban az árulkodik mindenről. Például napunk mozgásáról a tejútrendszeren belül. Na és akkor ő arra használta ezeket a méréseket, például, hogy megbecsülje a tejútrendszer tömegét, abból, hogy a napunk hogyan mozog a nagyon távoli kvazárokhoz képest. Ez már magában is érdekes, ugye? Az ember arra gondol, hogy mérjük meg a tejútrendszer tömegét, hát ugye két lehetőség van. Veszünk egy két tejútrendszer méretű mérleget, és beletesszük a tejútrendszert, vagy pedig valahogy okoskodunk, és próbáljuk meg megtalálni, hogy mekkora, milyen tömegű a tejútrendszer. Na most ő egyrészt ebből kihozta azt, hogy a tejútrendszer tömege kétszer akkora, mint eddig gondoltuk, és ebből a teremben ülő kozmológusok egyöntetlen fölhördültek, és azt mondták, hogy ez hülyeség. Jó, ne menjünk bele. De a másik dolog, azt én kérdeztem tőle, hogy és lát, tehát ha lenne egy ilyen vörös törpe, barna törpe kísérőnk kinn az Oort felhőben, az látszani az adatokból, ő megesküdött a doktori értekezést, vagy doktori diplomájára, hogy igen, látnánk, és nincsen. Tehát magyarul a Nemesis elméletnek nagyon szoros cáfolata van, nagyon precíz kvazár mérésekből, legalábbis egy ausztrál rádiócsillagász szerint, aki borzasztó orosz akcentussal beszél, hogy valószínűleg orosz származású ausztrál rádiócsillagász, aki még egyszer, tehát nem is kutatóintézet, nem is egyetem, az ausztrál kormányt képviselte, tehát Australian government.
Érdekes dolog, most így eszembe jutott erről az egész képről. Én azt hiszem, hogy ennyi bőven elég. Próbáltam most közben a processzor időben hátul figyelni arra, hogy mondjak még valamit, hogy miért fontosak a barna törpék, de rájöttem, hogy Krisztini kellene hozzá, aki a barna törpéknek az egyik koronázatlan királya, úgyhogy inkább ráhagyom. Hát én megköszönöm a figyelmet, és elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem, mert ez bizony majdnem másfél óra volt. Ha van kérdés, arra nagyon szívesen válaszolok. És remélem, nem volt teljesen sikertelen a nem standard előadás, hogy most itt fóliákról beszélek, hanem inkább beszéltem, amit néha fóliákkal illusztráltam. Nem mernek kérdezni. Szerintem azért. Ja? Azért akkor én is csak kérdezek. Én akkor vissza Kepler, és akkor minden most a Keplerről szól. Nem volt egy mikrofon. Ebbe beszélj. Igen? Különben nem hallottam. Mindenki olyan, hogy te jól látom. Hány volt hallgatóság egyébként? Igen, 10 nézték. Jó. Még 10. Bocsánat. Még 10. Jó. Jó, akkor mikrofonban. Tehát, Laci, akkor megint Kepler, és akkor tehát ti mire számíthattok itt rövid meg hosszú bázisú spektrumváltozók ügyében, amikor itt a Keplert fogjátok nyaggatni? Tehát beszéltek 100 000 csillag nagyon részletes, nagyon finom fotometriájáról, és ti vagytok az asztroszeizmológusok, az asztroguruk. Tehát mi lesz ennek a hozadéka ezen a területen? Most van nektek egy Centaurus AB-tek, meg egy napotok, és ehhez képest, néhány és ehhez képest mi lesz? Ezt még senki nem látja pontosan. Tehát az biztos, hogy a Kepler űrtávcső, amiről itt most nem beszéltem, mert múltkor, amikor volt itt a Galilei hétvég, akkor arról beszéltem, meg nyilván fogok még a Keplerről beszélni, meg a Szabó Robi is egy csomószó beszélt a Keplerről, meg a hírportálról is írott. A Kepler tényleg itt-ott az előfordul, az biztos, hogy totálisan átírja a területet. Tehát a Kepler egyszerűen az áll, tehát benne vagyok egy nemzetközi projektbe, ami az Prokion naptípusú oszcillációit vizsgálta 3 évvel ezelőtt, csináltuk a méréseket, 2006, az 3 éve volt már, 2006 szilveszterén. Szilveszterkor mértem, én bolond. Prokiont, az meg a másik. Kit érdekel? És még most sem tartunk ott, hogy a 40 napnyi megszakított 12 obszervatórium által gyűjtött adatsorból kiszedjük az információt, ami miatt fölvettük. A első cikk, ami kijött belőle, annak 52 szerzője volt, nem 45 szerzője, nagyon sok szerzője. Nagyságrendileg 50 plusz-minusz 5 szerzője volt. Kimértük a frekvenciákat, a kis frekvencia szeparációt, a nagy frekvencia szeparációt, és azt mondtuk, hogy ebből a szeizmikus modell jön hamarosan. Ezt mondtuk 2 éve, és még mindig jön. És az, ami miatt még mindig jön, az az, hogy az adatoknak a zaj szintje olyan nagy, relatíve, nagyon jó adatok, de mégis a kimutatandó célok szerint, hogy olyan nagy a zajszint, hogy egyszerűen a kutatócsoportban 2-3 irányzat nem tud dűlőre jutni, hogy mik a pontos frekvenciák. És ez történik 3 éve egy csillagra. A Kepler már most, ugye 250 napja mér, már most van mondjuk, mit tudom én, 5000 naptípusú csillagra, vagy 10 000, vagy... Más kérdéseket kell eleve föltennünk. Nem lehet, az nem lesz járható út, hogy akkor most összeáll 50 ember, és egy fénygörbét analizál agyba, főbe, orba, szájba, és akkor abból egy csillagra mondom. Amit látni kell a Keplernél, az igazi nagy pontosan az, hogy sok csillag lesz. Tehát ebből nem egy csillagnak a különlegességeit kell megértenünk, hanem általában véve mondjuk a fizikát, a jelenséget, amit sok csillag ugyanúgy mutat be, azt kell magát megérteni. Tehát itt már maga adatkezelés, adatföldolgozás is teljesen más kihívás, és maguk a kérdések, amiket fölteszünk, azokat másképpen kell megfogalmazni, mint amikor egy csillagot vizsgáltunk.
És azt mondom, ez remélem, hogy most az országgyűlés költségvetési bizottságnak vezetője nem hallgat minket, de benne lesz az archívumban, jaj, óvatosan kell fogalmaznom, a földfelszíni változó csillag fotometriának nem sok értelme van ma már, mert ezek az űrfotometriák annyival jobbak, hogy pusztán csak azért mérni földfelszínről változót, hogy megmérjük mondjuk a periódusait, nem sok értelme van. Ha már meg tudjuk mérni a színeit, ha már meg tudjuk mérni a sebességeit, akkor már tudunk hozzátenni valamit, mert a Kepler az csak egy szűrővel mér. A Kepler nagyon pontos, nem vitás, de csak egy szűrőben lesz egy fénygörbe. Tehát a valódi fizikai megértéshez kell szín, kell spektrum, ilyen értelemben. Van értelme a földfelszíni mérésnek, de például azért mérni változót, hogy megmérjünk benne 40 frekvenciát, időpocsékolás. És ezért mondom azt, a Kepler, az asztroszeizmológiát teljesen átír. De már ez az átírás elindult a koróval, a nagyon sikeres francia projekttel, amiben ugye az Akadémiai Csillagászati Kutatóintézetből sokan részt vesznek, és tehát lehet látni, hogy egész más jellegű már ezen a szinten, amikor ilyen adatokat vizsgálunk, akkor egész mások a kérdések és a válaszok. Egy hasonlós, egy összehasonlítást, vagy egy gondolatmenetet még hadd mondjak el. Tehát ugye az elején azzal kezdtem, hogy megpróbálom felfúzni a gondolat gyöngyöket egy ilyen gondol asztroszőttessé, amiből kialakul egy ilyen csillagkép. Abba hadd tegyek bele egy foltot a csillag felszínére. Egy gondolat morzsával. Ha végignézzük a csillagászat történetét, lehet nézni a fotometriát, a pontosat, a fényesség változás, az mindig mindig amikor volt egy ugrás a pontosságban, akkor abszolút új dolgok derültek ki. Amikor van a szabadszemes vizuális fotometriánk, akkor látjuk a Mira típusú változókat. Tehát amikor a fényesség becslés pontossága egy magnitudó, akkor látjuk a klasszikus pulzáló, kitörő, robbanó, akármiket. Amikor a pontosságot egy tízes faktorral, ilyen logskálán megnöveljük egy tized magnitudóra, akkor bejönnek a fedési kettősök, amikről korábban esetleg sejthettünk valamit, de a létezésükről igazából nem tudtunk. Tehát olyan kontakt kettős csillagok, ahol a két csillag érinti egymást, és 8 óránként elfedi az egyik a másikat, arról nem tudunk semmit mindaddig, amíg nincs legalább egy tized magnitudós pontosság. Tehát alapvetően más egy Mira, mint egy fedési kettős. Amikor már a fényességmérési pontosságunk egy század magnitudós, vagy 1%-os, akkor bejönnek a mindenféle foltos csillagok, bejönnek a kisamplitudójú pulzáló csillagok, olyan pulzációk, 5 perc és 10 perc és fél órás, 1 órás pulzációk, amiknek még a létezéséről sem tudunk mindaddig, amíg a fénymérésünk 1/10 magnitudós pontosság. Amikor a pontosságot lenyomtuk 100 magnitudó alá, akkor jöttek be az exobolygók. Ugye? Mírák, fedési kettősök, foltos csillagok, exobolygók. Abszolút különböző rendszerek, abszolút különböző fizika, abszolút különböző jelenségkör, és a kulcs hozzá, egy nagyságrendi ugrás az elérhető pontosságban. Na most akkor ugye, mondjuk 1000 magnitudó exobolygó, 10000 magnitudó, 100000 magnitudó, ugye Keplernél már azt a tartományt feszegetjük, mit fog behozni? Tudhatjuk? Lehetnek elképzeléseink, de szerintem igazából nem tudjuk. Tehát amikor bejöttek a fedési kettősök, az meglepetés volt. Amikor bejöttek az exobolygók, hogy jé, hát ezt lehetséges, azért szerintem az meglepetés volt a többség részére. Tehát amikor a csillagászati méréstechnika egy nagyságrennyit ugrik pontosságban, akkor egy olyan területre érünk, ez lesz akkor a csillagkép szőttesen egy folt, egy ilyen aranyszínű vagy ilyen ragyogó gyémánt folt, egy olyan területre érünk, amin igazából nem tudjuk, hogy hova jutunk. De épp ez az érdekes benne. Jaj, de hosszú volt. Más kérdés esetleg. Még amíg van hangom, addig lehet. Nem aludtál, senki, úgy láttam. Te figyeltem, én fekete listát vezettem, de senkit nem láttam aludni. Néha úgy billentek a szemek, de nem vészesen.
Jó, akkor... Na! Jó, akkor kérdés, hogy hogyha ilyen sok barna törpe van, ahogy mondja, hogy feltételezik, hát nyilvánvaló, valószínű ugye, hogy barna törpe körül élet, bolygók lehetnek, kis bolygók, de élet nem valószínű, hogy kialakul, mert ahhoz talán kevés az energia, a sugárzás. Hát, mi valószínű, meg mi nem, azt szerintem senki nem olyan bátor, hogy kimondja ilyen nyíltan. Az biztos, hogy bolygókeletkezés barna törpék körül van, és ennek van magyar vonatkozása is, Apai Dániel, aki ugye egy időben igen aktív amatőr csillagász volt, aztán Szegedi Egyetemen végzett, aztán elment Amerikába, most Amerikában van. Ő és munkatársai közölték a Science folyóiratban, ami az egyik legnagyobb, legjobb folyó, tudományos folyóirat, azt az eredményt, ahol barna törpék körül korongokat és a korongokban kristályszemcséget tudtak kimutatni a Spitzer űrtávcsővel. És a fő következtetésük az volt, hogy a barna törpék körül van bolygóképződés. Lehetséges bolygóképződés. Na most, ha már lehet bolygóképződés, akkor ott én már bármit el tudok képzelni. Én nagy science fiction hívő vagyok, úgyhogy én még az életet is el tudok képzelni. Na most még egy rövid kérdés, hogyha ilyen sok barna törpe van, akkor ezek nyilván valamilyen rendszerbe bekerülnek, tehát valami körül van pályájuk, és talán elképzelhető, hogy kettő van, tehát kettős, mint a kettős csillagok lennének, csillag kettősök, vagy pedig egy látható fősorozati csillag fogja be őket, és akkor a körül forognak, és tulajdonképpen felfoghatnák úgy is, hogy ezek annak a csillagnak akár a bolygói is, de ezt azért nem tehetjük, ugye, mert azokban mégiscsak van egy kis anyagfúzió, kis fúzió. Így van, így van. Tehát azért, mivel hogy csillagnak tekinthetők, akkor kettős csillag azzal a nagy, igazi nagy csillaggal. Így van. És egyébként az az érdekes, hogy... Köszönöm. Igen, az az érdekes, hogy nagyon sok... Tehát Kis László első szerzős publikációja 1995-ben egy IBVS volt, amit igazából nem Kis László írt, hanem Szatmári Károly, de Kis László mért hozzá sokat. Abban a vizsgálatban azt csináltuk, hogy egy pulzáló csillagnál, egy BL Lincis nevű csillagnál mértünk fénygörbéket, és azt néztük, hogy a fénygörbe maximuma lötyöge előre és hátra. Mert ha lötyög előre és hátra, azt okozhatja az, hogy egy kísérő kering körülötte, és maga a csillag néha közelebb van, vagy néha távolabb van. És amikor közelebb van hozzánk, akkor a fénye hamarabb ide ér, amikor távolabbra kerül, akkor később ér ide a fénye, ezért ha változik a fényessége, akkor a fényesség maximum az néha előbb, néha hamarabb következik be, néha később. Ez az elv, ugye ez a fényidő effektus, és ezt kimutatni véltük ennél a csillagnál, és úgy, félve írtuk le, hogy hát lehetséges, hogy egy ilyen barna törpeszerű valami. Ez 95-ben jelent meg, 95 márciusában. Akkoriban a barna törpék még abszolút nem volt olyan népszerű dolog, meg egyáltalán nem is gondoltuk, hogy ilyen sok van belőlük, és igazából nem nagyon mertük ezt leírni. Az elmúlt 15 évben a szakirodalom annyira megváltozott, hogy a orba szájba mindenki írka, hogy hát itt biztos barna törpe van. Tehát ez a gondolatsor, nekünk se volt semmi újdonság benne, tehát nem mi találtuk ezt ki, ez egy kis publikáció volt csak. Kis publikáció. De abban még csak úgy kérdőjelesen írtuk, hogy barna törpe is okozhat ilyet. És én nekem meggyőződésem, hogy az elmúlt 15 év eredményei azt mutatják, hogy tényleg nagyon sok normális csillag körül lehetnek ilyen barna törpék, és vannak is ilyen barna törpék. És az tök jó. Már valamit mond nekünk. Valamit mond a csillagkeletkezés. Ugye, ha ő csillag, akkor a csillagkeletkezés az ugye, annak a csillagkeletkezési elméleteknek tudniuk kell azt, hogy mondjuk hány csillagnak van barna törpe kísérője. És én állítom, hogy a jelenlegi csillagkeletkezési elméletek ezt nem tudják. Tehát nem jósolják meg ezeket. Tehát például ott valamit nem értünk. És amikor valamit nem értünk, akkor örülünk, mert akkor el tudjuk adni a önmagunk létezését a pénzadóknak. Persze ez cinikus megközelítés. Amikor valamit nem értünk, akkor tudjuk, hogy a fizikánk még nem teljes. Szerintem ennyi elég most már. Elég volt? Elég. Jövő héten folytatjuk. Ferej Sándor fog tartani adást. Ő egy kvazárészlelő rádiócsillagász. Sötét anyagból sötét lencsét címmel. És
jó előadás. És nem csak a címe lesz jó, hanem jó előadás is lesz. Már volt nálunk néhányszor, úgyhogy érdemes visszajönni jövő kedden is. Mindenkit hazaengedek.